Hamarosan megnyílhat az uszoda, terheletlen próbaüzem zajlik jelenleg a létesítményben. Kövesligeti radó földtudományi tevékenysége, előadás a Magyar Földrajzi Múzeumban. 5 iskola részvételével 4. korcsoportos diákolimpiai teremfocit tartottak a Batthyányiban. Köszöntöm a kedves nézőket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Orbán Viktor miniszterelnök soron kívüli jelentést kért arról, hogy milyen jutalmakat és prémiumokat fizettek ki a közigazgatásban és az állami cégeknél. Havi fizetésük 9-10-szeresét kapta meg prémiumként tavalyi munkája elismeréséül több állami cég vezetője is. Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke sajtótájékoztatóján elmondta, ha voltak ilyen kifizetések, azt nem tartja helyesnek. Az érdi önkormányzatnál hasonló eset nem történt, erről Témészáros András polgármester adott tájékoztatást híradónknak. Azt gondolom, hogy jogos a kormány kérése az önkormányzatok felé, legalábbis én ezt tudom nyilatkozni, hiszen miközben az önkormányzatokat konszolidálja, valószínűleg nem abból a célból, hogy a polgármestereknek, illetve a polgármestereknek legyen a jutalomra a későbbiekben. Egyébként érde nagyon egyszerű a helyzet, mi 2006-ban úgy indultunk a választásokon, hogy azt mondtuk, és ezt a nyilatkozatunkat azóta is fenntartjuk, hogy addig, amíg nem teljesen tökéletes Érd megyei jogú városnak a pénzügyi helyzete, addig sem a polgármester, sem pedig az alpolgármesterek nem vesznek fel jutalmat. Ezt 2007 óta tartjuk, továbbra is így van, sem a polgármester, sem az alpolgármester nem vesz fel jutalmat, nem is szavazunk ilyesmiről. A közelmúltban átadott városi sportcsarnok után hamarosan megnyithatja kapuit az uszoda is, így az intézmény teljes egészében az érdiek rendelkezésére állhat. Szerdán kezdődött el a létesítmény terheletlen próbeüzeme, miután az illetékes hatóságok engedélyezték annak lefolytatását. A városi uszoda üzembehelyezése több fázisban történik, ennek az első lépcsője a terheletlen próbeüzem. Ennek keretében lezajlik a létesítmény műszaki ellenőrzése, mindemellett pedig biztosítják a zavartalan működéshez szükséges feltételeket. Az elmúlt időszakban a kis és a nagy medencét is feltöltötték vízzel, amelynek az ellenőrzése is folyamatos. A medencékbe el kell indítani a gépészeti beavatkozásokat, így a víz forgatását is, a vegyszerezését, és tulajdonképpen folyamatos laborvizsgálatokkal, akkreditált laborban lefolytatott vizsgálatokkal bizonyítani kell, hogy egyáltalán a víz megfelelő legyen. Tehát mindenképpen arra készülünk, hogy aztán az azt használók megfelelő körülmények között tudják ezt használni. A környezetvédelmi és egészségügyi vizsgálatok jelenleg is tartanak, az ANTS a víz minőségén kívül az épületet is ellenőrzi. Vizsgálja az öltözőket, a lábmosókat, a zuhanyozókat, a megfelelő vízvételi lehetőségeket, és minden más, amelyik hát az előírásoknak meg kell, hogy feleljen. Úgyhogy ez tartozik tulajdonképpen az első fázisba, egy terheletlen állapot, amikor még nem fogad a medence se személyzetet, se külső igénybevevőt. A nyár folyamán a nagymedence egyharmadát tűzbiztonsági okokból már feltöltötték, most azonban további 1600 köbméter víz hozzáadásával lett tele a medence. Nagyon nagy vegyszerezés nem is kellett végrehajtanunk. Az egész vegyszerezés csak arra szolgált, hogy a korábban beletett egyharmados mennyiséget újra tudjuk éleszteni, vagy hát azt le kell engedni. Most már jók a minőségünk, az első laborvizsgálatokon túl vagyunk, és innentől kezdve, ha ezek megfelelőek, akkor az ANTS, illetve saját magunk a következő fázist is el tudjuk indítani. Az úszodában majd egy időben 190 főt tudnak fogadni, ezt a létszámot nem csak a medencék határozzák meg, hanem a kiszolgáló egységek is. A nagy medencénk az 25x33,1 méretű, 2 méter mély, tehát innentől kezdve, amikor ez épült, mert hát azért tudni kell, hogy ez egy 8 éve elkészült létesítmény, és a 8 évvel ezelőtti állapotoknak megfelelően, akkor még a 33x1/3 hossz is versenytáv volt, mivel hát 3x33,1 a 100 méter, kereszt irányba pedig 4 hosszal lehet legyűrni ugyanezt a távolságot. Úgyhogy a mérete miatt aztán, ha 25-ös méretre osszuk föl kötelekkel, akkor
9 darab tulajdonképpen versenypályánk van, úgyhogy ez igen nagy lehetőséget biztosít, hogy jóval nagyobb létszámot tudjunk fogadni. Nem beszéltünk a nagymedence mellett a oktatómedencéről, amelyik hát megfelelő mérettel rendelkezik ahhoz, hogy 6 méterszer 11 méteres a mérete és 90 cm a mélysége, tehát abszolút oktatómedence, itt pedig hát majd az apró gyermekeknek az oktatása, vagy a kezdő úszóknak az oktatása fog folyni. Az úszoda így a medencék terhelt próbaüzemére december 27-e és 30-a között kerül majd sor. Ez a nagy közönség bevonásával történik, így a ticket@erdarena.hu e-mail címre elküldött előzetes regisztrációval díjmentesen bárki részt vehet ebben a folyamatban, és még az idén kipróbálhatja az új úszodát. A létesítmény végleges üzembe helyezésére azonban még várni kell, az erre vonatkozó információkat később teszi közzé az üzemeltető. Kövesligeti Radó földtudományi tevékenysége a szeizmológus nézőpontjából. Ez volt a címe a legutóbbi múzeum barátköri előadásnak, amelyet a dr. Varga Péter szeizmológus tartott a Magyar Földrajzi Múzeumban. A Föld belsejének megismeréséhez olyan tudományra volt szükség, amely égitestünk egészének fizikai paraméterei mellett szolgáltatni képes a belső szerkezet képét. Ez az igény hozta létre a 19. század végén azokat a feltételeket, amelyek a szeizmológia gyors gyarapodását eredményezték a századforduló vége felé. Ennek a fejlődésnek a hazai és nemzetközi vonatkozásában egyaránt kiemelkedő szereplője volt Kövesligeti Radó. Kövesligeti Radó a magyar szeizmológia legnagyobb alakja és művelője. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a modern magyar szeizmológiát ő szervezte meg. Létrehozott egy modern iskolát, matematikai, fizikai alapokkal, elmélettel, hagyományokkal, és azon kívül rengeteg olyan dolgot csinált, ami lehetővé tette, hogy Magyarországon nagyon pontos szeizmológiai megfigyelések is történjenek. A maga idejében ő egyik leghíresebb szeizmológus volt a világon, nem véletlenül őt választották meg a Nemzetközi Szeizmológiai Asszociáció első főtitkárának 1905-ben, és 1922-ig viselte ezt a tisztséget, amit a első világháború után ezt elvesztette, ezt a pozícióját, de hát le is járt a megbízás az igazság addigra már. Ami az ő korában modern volt, az ma már nem számít annak, ezért az ő általa elért eredményeket ma már csak azok tudják igazán értékelni, akik ismerik a szeizmológiát. Az ő kutatási eredmények közül csak egy olyan dolog van, ami ma is nagyon gyakori használatban van, ez a földrengés fészkek meghatározására kidolgozott eljárása, ami világon az első volt egyébként. A szeizmológiáról egyoldalú az emberek ismerete, katasztrófa tudománynak tartják, mondta el dr. Varga Péter az előadásában, és hozzátette, elsősorban azután érdeklődnek, hogy milyen károkkal és emberáldozatokkal járt egy-egy földrengés. Minket szeizmológusokat egy kicsit más is érdekel, hiszen a földrengés hullámok terjedéséből, a föld belsejéből nagyon sok információra tehetünk szert. Azt mondhatnám, hogy a föld belsejéről nyert tudásunknak több mint a 90%-a az a földrengés hullámok kiértékeléséből származik. Természetesen minden tudományterületre azt szoktuk mondani, hogy nagyon rohamosan fejlődött az utóbbi időben. Ez a szeizmológiára is igaz. Nagyon sok új eredmény van. Egy dologra nem tudunk még ma sem választ adni, hogy mikor lesz egy adott helyen földrengés. A szeizmológia egy viszonylag fiatal tudomány, az 1800-as évek legvégén alakult meg hivatalos formában. Magyarországon élen jártunk ebben, a világon a harmadikként lőtt létre Magyarországon intézményes szeizmológiai szerveződés, és 1905 óta működik a Budapesti Földrengési Obszervatórium, tehát Magyarország legrégebbi geofizikai intézménye. Földrengés szempontjából hazánk közepes helyzetben van, hangsúlyozta a szeizmológus, ugyanis a földtani szerkezet olyan Magyarországon, hogy a nagyobb, aktív törésvonalak elkerülnek bennünket. December 10-én rendezték meg a Batthyány Általános Iskolában a 4. korcsoportos diákolimpiai teremfoci városi fordulóját. A megmérettetésen 5 iskola vett részt. A legjobban az érdligeti iskola csapatának ment a játék, minden mérkőzésüket megnyerve jutottak tovább a körzeti fordulóba.
A Batthyány általános iskola adott otthont a 4. korcsoportos teremfoci városi fordulójának. A megmérettetésre eredetileg 6 csapat nevezett, de végül csak 5 iskola versenyzett a továbbjutásért. A Körösi, a Batthyány, a Teleki, a Mariánum, illetve az Érdligeti iskola indított 1-1 csapatot. Egyszerűbb lett volna, hogyha a 6. csapat is megérkezik, mert akkor tudtunk volna 2-3-as csoportot csinálni, és az lerövidítette volna egy kicsikét az időt. Azt tartottuk a legigazságosabbnak, hogy 5 csapattal akkor körbe játszunk, tehát mindenki mindenkivel játszik. Hát érdekesen alakultak a dolgok. Először azt hittük, hogy körbeverések lesznek, de végül is az utolsó 2 meccsen eldőlt aztán a sorrend. Az első lett az Érdligeti iskola, nagyon jól játszottak, tehát abszolút pontveszteség nélkül minden meccsüket megnyerve lettek az elsők. Második lett a Körösi iskola, ami nagyon érdekes, mert tulajdonképpen mi, Batthyányi, egy kis szerencsével büntetőrúgásokkal megvertük őket. Harmadik lett a Mariánum, negyedik lett a Batthyányi, és a Telekisek abszolút minden meccsüket elveszítve sajnos az 5. helyen végeztek. Az Érdligeti fiúk már az első mérkőzésen bizonyítottak, hiszen 5-1-re győzték le a Mariánum csapatát. Már ekkor látszott, hogy esélyesek lehetnek a végső győzelemre is. Ránézésre nehéznek tűnik, de amikor a pálya vagy, minden egyszerű. Hát 3 gólt rúgni tényleg nagyon nehéz, főleg, hogyha itt egy hű társ, akivel könnyű ezt a mérkőzést megnyerni, meg egy jó csapattal mindent meg lehet csinálni. Úgy érzem, hogy ez most nagyon jól sikerült, minden bejött, és remélem, hogy így tovább fog folytatódni. Az elején nem nagyon ment, a végén kezdtem belelendülni, és remélem, így tovább fog folytatódni. Hát, hogyha nincs, akkor én sem vagyok szerintem a pályán. 3 gólt, mind a 3-at ő adta, de hát ez a csapat lényege, hogy egymást kisegítsük. A városi fordulót tehát az Érdligeti iskola nyerte, ők játszhatnak majd a körzeti döntőn a Százhalombattai Arany János iskola ellen december 17-én. Ez az egyetlen mérkőzés, és akkor gyakorlatilag ez így dől el, hogy a körzetből kijut tovább a megyei területire. Hát én bízom a Érdligeti iskolába, bár nem tudom, hogy most milyen erőt képviselnek a battai csapatok. Az a legnagyobb célunk, hogy megnyerjük ezt a tornát, és az Arany Jánost is el akarjuk kapni Százhalombattán. Idén a 4. korcsoportos teremfoci körzeti fordulója lesz az utolsó esemény az iskolák közötti sportversenyekben. A diákolimpiai küzdelmek januárban folytatódnak. Januárban a játékos sportversenynek különböző fordulói lesznek. A Batthyányiban lesz egy körzeti és egy megyei területi forduló, és február egész elején pedig a 3. korcsoportos teremfocival folytatódik. Ezen kívül pedig Ér nyerte meg a tollaslabda Pest megyei döntőjének rendezési jogát is. Erre a megmérettetésre január 5-én kerül sor, szintén a Batthyányi tornacsarnokban. Péntekre virradóra többfelé párás lesz a reggel, elsősorban a derültebb délnyugati tájakon többfelé képződik köd, helyenként zúzmarás köd is kialakulhat. Gyenge légmozgásra, sokfelé szélcsendre készülhetünk, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig plusz 2 és mínusz 5 fok között alakul. Napközben a legtöbb helyen borongós, szürke, helyenként tartósan párás időre, gyenge légmozgásra van kilátás, a maximum hőmérséklet 0 és 5 fok között alakul. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök az Érdi Városi Televízió híradóját látták. Híreinket megtekinthetik a www.érdhiradó.hu című honlapunkon is. Maradjanak velünk a folytatásban, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!